Táncosok a színpadon, Mohács főterén. Vasárnap újra megtelt a baranyai kisváros, sokan érkeztek a busójárásra. Nagyon jó hangulat, végre meg lehetett tartani egy normális olyan fesztivál jellegű összejövetelt, ahol a koronavírus gyakorlatilag nem korlátoz semmit, ugye tudjuk, hogy nem korlátozott itt semmit, tehát nincs kötelező védettségigazolvány. Úgyhogy nagyon sokan jönnek, reméljük, hogy nagyon sokan fognak még jönni, és nagyon sokan itt maradnak, és a következő években is lennék, hogy így marad. Mondja ez a busó, akinek ki kellett hagynia egy évet a társaival együtt, hogy most egy igazi nagy fesztivál részese lehessen. Tavaly évben hivatalosan elmaradt a busójárás, és már nagyon vártuk mi is, illetve a busók is, hogy idén meg tudjuk rendezni, és ahogy láthatjuk, a rossz idő ellenére tömbben van a város. A járvány se tudta elvenni a busók kedvét, lelkesedését, ez látszik az idei télűző fesztivál számain, mondta stábunknak a főszervező. Jelenleg 70 busócsoportunk van, több mint 2000-en öltöznek be idén. Ez a szám, ez évről évre nő, és azt gondoltuk, hogy a Covid egy kicsit talán megviseli a csoportokat, hát nem, hiszen az idejében is 3 vagy 4 új csoport alakult, úgyhogy azt gondolom, hogy itt Mohácson a busójárása úgy, tehát mondhatjuk azt, hogy él és élni fog mindig is, Covid ide vagy Covid oda. A 70 busó csoportot a látogatók is megismerhették közelebbről vasárnap délután. A hagyományoknak megfelelően a Kóló térről indultak, majd a Széchenyi térre vonultak fel egymás után a busó csoportok Mohácson vasárnap délután.